Ha a cím kapcsán neked is az volt az első gondolatod, hogy mi a akkor nem vagy egyedül, de ne rohanjunk ennyire előre. Sziasztok, én a Lilik vagyok, és a mai videóban mesélek nektek egy picit a villamos vezető ebéről. Vasárnap itt a szakadó esőben két Mario Party kör között teljesen véletlenül futottam bele a villamos vezető Európa bajnokság élő streamjébe Youtube-on, aminek már a ténye is teljes mértékben ledöbbentett, viszont hogy elkezdtem nézni, azt láttam, hogy nem is áll túl rosszul a magyar csapat, sőt, akkor nagyjából a középmezőnyben foglaltunk helyet, de nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy ekkor még az egyik versenyzőnk hátra volt, és fantasztikus eredménnyel végül a budapesti küldöttség Schneider Kristina és Bodnár Ákos meg is nyerték az Európa bajnokságot címet, és bár pár nappal ezelőtt még nem tudtam, hogy van ilyen verseny úgy pak világon, de ezután rettentő büszke lettem honfitársaim eredményére, és mint utólag kiderült, a 11. alkalommal megrendezett ebéd, ami most konkrétan Frankfurtban volt, ez már a harmadik alkalom volt, hogy egy magyar csapat győzedelmeskedett, előző két alkalommal is egyébként Budapest nyert, egészen konkrétan 2012-ben és 2016-ban. A közvetítés során egy kommentelő fantasztikusan összefoglalta, hogy milyen is volt ez az egész közvetítés, Egyszerre rettentően izgalmas, és brutálisan unalmas. Bár ez részben a közvetítésnek köszönhető, viszont kívül állóként a versenyszámok sem mindenhol a legizgalmasabb szituációkat produkálják, de azért van mit nézni, ugyanis minden csapatnak egy férfi és egy női versenyzőt kellett neveznie, és ők 6-6 versenyszámot teljesítettek. Egészen konkrétan ez a 6 versenyszám úgy néz ki, hogy időre kell teljesíteniük 3 pontos megállást, de úgy, hogy a villamosra rögzített vizes tartályból a lehető legkevesebb folyadék folyjon ki, majd másik irányba ismét egy pontos megállást kell teljesíteniük, de már úgy, hogy távolról kezdik meg a fékezést, és nem nyúlhatnak hozzá a villamos kezelőszerveihez, majd villamos biljárdot játszanak, ami úgy néz ki, hogy a megálló villamossal meg kell lökni egy dákót, és ezzel megfelelő helyre kell juttatni egy labdát. Mondjuk ez nekem valószínűleg puszta kézzel sem menne pontosan, de ők villamossal meg tudják csinálni, ami elképesztő. Majd ezután át kell futniuk egy másik villamosra a versenyzőknek, ahol vészfékezéssel kell pontosan megállni, majd a villamos második ajtajával kell pontosan megállni egy nyílhoz, ami azért brutális kihívás, mert mindenki olyan villamost vezet, ami nem az a típus, amit a saját hazájában, a saját munkahelyén szokott vezetni, nem tudom, milyen gyorsan lehet megszokni ezeket az eszközöket, de például Schneider Krisztina megállóját figyelve, ő nagyon-nagyon hamar képbe került azzal, hogy hol is van pontosan a villamos ajtajának a közepe, és hogyha ezzel a pontos megállással megvoltak, ki kell szállni a villamosról, és egy mágnes táblán sorba kell rakni azokat a forgalom irányítási táblákat, bár nem biztos, hogy ez a szakszó, amiket menet közben láttak, ez ilyen fókusz feladat. A legtöbb versenyző egyébként azt nyilatkozta a futam után, hogy nem érdekelte őket a dolog, túl akartak lenni rajta gyorsan, időre valahogy felpakolták a táblákat, a jó helyre került, jó helyre került, ha nem, nem. Idén egyébként a magyar csapat után Brüsszel lett a második, míg mi 3850 pontot szereztünk, addig ők csak 3800-at, és őket követte Varsó 3100 ponttal, szóval egy viszonylag nagyobb lemaradásban. Idén bár Bécs nem teljesített túl jól, de tavaly ők nyerték meg az Európa-bajnokságot, ami abból a szempontból rettentő érdekes, hogy jövőre Bécsben rendezik a futamot. És ez már nem csak Európa-bajnokság lesz, hanem világbajnokság is. Szóval, hogyha ez a videó, vagy úgy az egész villamosok iránti szeretet felkeltette benned a figyelmet ez a versenyszám iránt, akkor ne felejtsd el felírni, jövőre viszonylag könnyen megközelíthető helyen lesz ez a verseny, és ahogy a kommentelő is írta, ez valami brutálisan izgalmas és egyszerre unalmas dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem holnap is, addig meg feliratkozás, like, meg cseggő, meg tudjátok minden, ami ezzel jár. Na, szevasztok!